Igen sok vita kísérte a 2000-es évek elején az óvadék bevezetését, amivel a laikus közönség korábban csak a filmekben találkozott. Az óvadék egyszerűen az az összeg, amelynek kiszabását az előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított, illetve védője kérheti, hogy megfizetésével szabadlábon védekezhessenek. Az óvadék az 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 összeg, amit a bíróság állapít meg a terhelt vagy védője kérelmére, és azt hivatott szolgálni, hogy az eljárási cselekményeken terhelt megjelenjen. Összegét mindig a bíróság állapítja meg, ez függ a terheltnek a személyi körülményeitől, vagyoni helyzetétől, ez így akár lehet pár százezer forint, de több millió forint is természetesen. Az óvadék tehát nem egy 2000 forint, ezért is mondják azt, hogy inkább az úgynevezett galléros bűnözők élnek ezzel a lehetőséggel. Azonban ők is kevesen vannak, ezt mutatja, hogy térségünkben évente csak néhányan kérelmeznek óvadékot, ám az összeget nem minden esetben kapja vissza a gyanúsított. Ha a terhelt magát előzetesen nem menti ki, és idézés ellenére nem jelenik meg, mint mondtam, vagy a bíróságon, vagy a nyomozóhatóság előtt, akkor ezt az óvadék összeget elveszíti. Ha azonban úgy telik el ez a büntető eljárás, hogy az idézéseken szabályszerűen megjelent, valamennyi nyomozati cselekményt vele szemben foganatosítani tudtak, a tárgyaláson részt vesz, akkor ez az óvadék összege visszajár, akkor, ha jogerősen befejeződik vele szemben az eljárás, vagy ha már nyomozati szakban befejeződik, tehát a nyomozás megszüntetésre kerül, vagy vádemelés elhalasztására kerül sor vele szemben. Négy esetben kerülhet valaki előzetes letartóztatásba, azonban csak egy esetben lehet óvadékot kérelmezni. Akkor, ha a gyanúsított azért került előzetes letartóztatásba, mert szökésétől vagy elrejtőzésétől lehetett tartani, illetve megalapozottan feltehető volt, hogy például szembesítésnél vagy gyanúsítotti kihallgatásnál a jelenléte másképp nem biztosítható. Azonban van egy új tervezet, amely szerint már három esetben lehet majd kérelmezni óvadék megállapítását, sőt már nem csak készpénzben lehet majd az összeget kifizetni, hanem akár értékpapírt vagy ingatlant is elfogadnának majd.